Amit ön kifogásol, az 30 év óta így van. 30 év óta mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni, és az azutáni hetekben is így fogok menni. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök arra a parlamentben feltett kérdésre, ami azt feszegette, hogyan is utazhat Garancsi István milliárdos vállalkozó magárepülőgépével külföldi futballmérkőzésekre. A Fidesz azt mondja, hogy Garancsi Orbán barátja, így olyan ajándékot fogad el tőle a kormányfő, amilyet akar. De ki is Garancsi István? Garancsi cégei az utóbbi években 100 milliárd forintos értékben nyertek el állami közbeszerzéseket, amelyekben uniós fejlesztési pénzeket is kifizettek gazdasági társaságainak. Garancsi a MOL-Vidi FC labdarúgó csapat tulajdonosa, felmérések szerint a hetedik legbefolyásosabb ember Magyarországon. Orbán Viktor pedig azt állítja, hogy az állami pályázatokat sorra nyerő, a közpénzeket, a magyar emberek adóforintjait hatalmas nyerességgel felhasználó Garancsi pusztán baráti szívességből repteti magángépén a világ különböző pontjaira. Ugye nem gondolják azt, hogy ezt a mesét bárki is elhiszi? Hová vezet az ilyen harácsolás, miniszterelnök úr? Főleg akkor, amikor ezt nem is tartja aggályosnak. Higgye el, ez a korrupció kezdete, a korrupció meleg ágya, amikor valaki így vélekedik miniszterelnökként. Képzelje el, hogy a többi ember, aki ott ül ön körül, az hogy gondolkozik ezután. Ő is úgy gondolja, hogy mindent megtehetek, hiszen a miniszterelnök is elfogadja ezeket az ajándékokat, akkor én is megtehetem.